Nem gondolta volna, hogy két videómban is ugyanez a beköszönés lesz, mi szerint megnyílt a Lightyear-en a TBS. Hát most annyi, hogy nem a 2023-asról beszélek, hanem a 2024-esről. Úgyhogy vettem is gyorsan két ETF-et, ha kíváncsiak vagytok, melyik az, akkor biza meg kell nézni a videómat. A következő, amit hoztam számotokra, az az, hogy lesz márciusban egy ilyen izgalmasnak tűnő rendezvény, kriptó, ingatlan, adózás, mert az különösen izgalmas, mindegy, és ilyen hasonló pénzügyi tartalmakat fog ez jelenteni. Én már megvettem a jegyeket, bővebben mindjárt erről is beszélek, Maxem. Nem tudom, hogy kinek mit mond, hát nekem így konkrétan semmit. Ez egy broker, és van rajta TBS. Hogyan? Néhány gondolatot hozok róluk is. És még egy téma, az pedig 71 évesen mire tud jó lenni egy aprócska részvényportfólió, hát értelemszerűen kiegészítésre. Ezek lesznek a fő vonalak, amikről szó esik, de természetesen ismét lesz egy kis kitekintés különböző YouTube csatornákra, hírekre, cikkekre. Ugye a Lightyear végre most már tényleg valóban TBS-szel működik, ugye erre az évre most már lehet akkor gyűjtögetni nagyon helyesen, bár sokak számára kicsit megosztó maga a broker. Én azt gondolom, hogy az uniós szabályozás az mindenhol hasonlóan tud működni, de hát erre is kaptam a választ, miszerint nem biztos, hogy ugyanazok a szabályok ugyanúgy érvényesülnek itt vagy ott. A tévedés jogát természetesen fenntartom, minden esetben ugye a saját döntésed alapján kell meghozni azt is, hogy milyen brokernél helyezed el a megtakarításaidat, és nem csak azt kell saját magad eldönteni, hogy milyen ETF-et vagy részvényt kell venned, ezer meg egy dologban lehet kockázat. Egyébként ugye pont az év végén még sikerült ugye megnyitnom a TBS-t arra az évre, ugye a tavalyi évre, és gyorsan bevásárolgattam ezt-azt. Aztán ugye január az úgy kezdődött, hogy hamarosan érkezik a TBS 2024, és mondom, azt hittem, hogy innentől már ez ilyen automatikusnak tűnik, de nem. Szerencsére egyébként nem kellett olyan sokat várni, néhány napja ez úgy tűnik, hogy a legtöbbeknek már elérhető, és még azt is megmerem kockáztatni, hogy nincs semmilyen ilyen lépcsős beengedés, mint mondjuk az előzőnél. A napokban pont szembe jött egy ilyen rövidke bejegyzés, hogy valakinek nem szimpatikus ugye ez a Lightyear oldal, ő nem tud ezzel az applikációval megbarátkozni, és nem is tudom igazából mire futott ki, de talán ugye egy másik brokert keres. És ez is egy érdekes támpont, hogy igenis meg kell nézni, hogy hogyan működik, mennyire frappás a számodra, nem csak a költségeket. És hogyha már itt költségekről van szó, az is szembe jött, hogy egyesek túl nagynak ítélik, vagy hát ilyen feltűnően kiemelkedőnek az egy-egy részvénynél, vagy ETF-nél előforduló ilyen spreadet, tehát az a $100 az igazából 102, már amikor mi megvennénk, és amikor meg eladnánk ugyanabban a pillanatban, akkor meg mondjuk 98, és itt ez a 2 dollár, vagy euró, ez hát úgymond ilyen haszonként jelentkezik a brokernél, és én azt mondom, hogy én ennek igazából már-már örülök, mert nem lehet minden díjmentes. Tehát valamiből kell az, hogy bevételt generáljon, és hogyha ezekkel generál bevételt, akkor most mi van? A teljes képet kell ugye nézni, hogy mennyire, amik ingyenesek, amik kicsit fizetősek, meg ami alacsony, jutalékos, és akkor ezt így szépen így összerakod egy csomagba, és a végén kijön egy összeg. És hogyha az neked az összeg szimpatikus, akkor ez jó lesz, hogyha nem, akkor pedig nem lesz jó. A beutalást azt Revolutról intézem, mert úgy tűnik a legköltséghatékonyabbnak az egész, és most is hasonlóképpen jártam el, hát egy több lépés, de némi díjat akkor meg lehet ezzel spórolni. Megérkezett szépen a beutalás, ez viszonylag ilyen, hát ilyen 2 perc, 3 perc, valamilyen nagyon korrekt időintervallumban jelenik meg a Lightyear oldaladon ugye a fő számládon a pénz, és ugye onnan kell majd beutalnod a TBS-re. Ugye a TBS-re érdemes annyi pénzt beutalni, amennyit ugye be akarsz fektetni, mert ott nem lehet kamatoztatni, ugye a Lightyear-nél van több ugye euróban, fontban, forintban is arra lehetőséget,
meg dollárban, hogy kamatoztasd a nem lekötött pénzedet. És akkor így ezzel meg is voltam, átutal, bent van, nagyszerű, és akkor így elkezdtem nézegetni ugye azokat a ETF-eket, amikben így gondolkoztam, és az előző videókban ugye a pénzügy és az energia szektorban merültem el úgy jobban, és jól nem ezeket választottam, mert útközben módosítottam a feltételeket, és egészen más ETF-ek kerültek be a portfóliómba. De még mielőtt rátérünk erre, ugye azt is jeleztem, hogy ha a linkemen keresztül, ugye majd ezt a leírásba persze megtaláljátok, hogyha regisztráltok, akkor ugye azután hát néhány ezer forintot kaphatunk. Most szeretném megköszönni mindenkinek, aki ilyen bátor volt, és ezen a linken érkezett, és megcsinálta ugye a beutalást is. Remélhetőleg nálatok is jelentkezett valamennyi forint. De ami a legérdekesebb, hogy én ezt úgy terveztem, hogy befektettem egy másik ETF-be, egy külön kategóriát hozok úgymond létre, de annyira jól sikerült a vásárlás, hogy nem vettem észre, hogy így lenulláztam lényegében azt az ajándék, vagy hát ezeket a regisztrációs díjból beérkező jóváírásokat, és mondom, ujjaj, akkor ez a projekt, ez most úgy néz ki, hogy jó kérdés, hogy tud-e működni. Ugye az lenne az igazán frappás, hogyha így lenne úgymond egy ilyen közös megtűnő ETF-ünk, ugye, amit lényegében a ti hozzájárulásotokból építenék fel. Na most, mivel ez most így eléggé csúnyán megbukott, ezért két opció van, vagy teljesen értelmetlen ez, vagy, ami egyébként még mindig járható út, hogy ugye folyamatosan érkeznek be ezek a jóváírások, és amikor beérkezik, akkor ugye az van, hogy akkor rögtön venni kell valamit, tehát veszel, nem tudom, mondjuk egy Apple részvényt, egy Tört részvényt, akkor ezt megveszed, eladod, és akkor ugye azt tudod beutalni a TBS-re. Hát mondjuk kicsit logikátlan, de gondolom ez így, na mindegy, tehát így működik, és kész. És ugye, na mindegy, az lenne a tematika, hogy akkor ez a pénz be TBS, és akkor TBS-en megvenném azt a extra ETF-et. Lehet ilyen szavazásként, hozzászólásként, kommentben, bármilyen formában ezt jelezni, hogy szerintetek ez egy értelmezhető ötlet, vagy egyébként semmi funkciója nem lenne ennek, hogy ebből most ilyen hetente, nem tudom, 10 fontért veszek valami kósza ETF-et, illetve nem kószát, ugye, amit így elsőre kiválasztottam. Visszatérve a vásárlásra, két ETF mellett döntöttem, az egyik egy kicsi, a másik pedig egy nagy kapitalizációs vállalatokat gyűjtő ETF formájában került be a TBS 2024-emre. Közepes méretű vállalatokat képviselő ETF 5 év alatt 64%-ot hozott. Ritka ETF-ek egyike, amit USA dollárban meg lehet vásárolni, és természetesen legalább 95%-ban amerikai részvényeket tartalmaz, 20% ipari szektorral. Egyébként a londoni tőzsdén tudjuk ezt megvásárolni, és 401 vállalatot tartalmaz. A kis kapitalizációval rendelkező, ő 5 év alatt kevesebbet, 43%-ot hozott, ellenben eurós vétellel kell szembenéznünk, itt is 98%-os az amerikai kitettség, és az ipari szektor 15%-ban mutatja a legnagyobb súlyát. Párizsi tőzsdén kerül megvételre, és 1778 cég van benne. És akkor csak egy nagyon rövid levezetés arra, hogy mi a koncepció. Egyrészt ugye az S&P 500, mint olyan, az természetesen van egy ilyen ETF, de ettől el lehet rugaszkodni, és én azt gondolom, hogy ott is lehet súlyozni különböző területekre. És ha most azt mondom, hogy a top 10, ami az S&P 500-ban benne van vállalat, kissé el van szállva, akkor lehet, hogy igazat mondok, de az is lehet, hogy most kezd csak igazából kiemelkedő hozamokat elérni. Viszont, hogyha így van, és ugye tovább szárnyalnak, akkor én abban reménykedek,
mi marad, hanem ez, hogy, hogy szépen magával húzza majd a kis és közép kategóriájú vállalatokat is, illetve hogyha ha egyébként adott esetben itt egy picit megbicsaklik a dolog, és azon a logikán elindulva, hogy onnan a nagyobbaktól szépen lecsorog a befektetői tőke a kis vagy a közép kategóriájú vállalatokba, akkor meg ugye megint ugyanott vagyunk, hogy az nagyobb lendületet adna ennek a két ETF-nek, és van a harmadik lehetőség, amikor nem tudom, teljesen más dolog történik, és ezek fognak esni, azok meg emelkednek, úgyhogy a nagy logika az már is meg tudott bukni, tehát ez van, hosszú távon kell gondolkozni, és majd egyszer csak észhez tér ez a sáv, vagy hát ezek a kapitalizációval rendelkező vállalatoknak a nagy része, legalábbis ebben mindenképp kell reménykedni, és itt kapcsolódik viszont az olvasott könyvem, a pénz pszichológiája, mert ott volt benne egy ilyen gondolat, hogy érdemes úgy gondolni egyrészt a befektetéseidre, hogy azokat, hogy is mondom, mit kedveled, a másik, hogy optimistán kell úgymond a jövőbe tekinteni, úgyhogy ezeket én nagyon szimpatikus gondolatoknak látom, vagy találom, ez alapján kezelem a portfóliómat is. És hogyha már itt a befektetések meg portfóliókra esik szó, akkor egy kicsit YouTube csatornákon kalandoztam. A Pénzcentrum oldalán érkezett így az elmúlt időszakban egy ilyen Mi befektessünk 2024-ben, és több ilyen, ilyen híresebb befektetőt kérdeztek meg, vagy szakértőt, hogy mégis mit látnak. És már nem akarom elmondani az egészet, meg igazából nem is reakció lenne erre a videóra, viszont Bence Balázs is benne volt, és ő hozott egy ilyen kis ad-hoc jelleggel egy ilyen portfóliót, amiben nagyon helyesen 5%-kal ugye a Bitcoin már benne volt, és ugye a többi az ugye állampapír és részvény, de nem meglepő módon nagy súlyban a részvények szerepeltek. Európai, amerikai és ázsiai felosztásban, és ez azért nagyon szimpatikus, mert körülbelül én is ebben az irányban gondolkozok, és valami ilyesmit próbálok felépíteni, legalábbis ebbe az évben úgy körülbelül ezt tervezném, és ez alapján válogattam össze a tavalyi ETF-eket is. És akkor kapcsolódva ehhez, a Hold alapkezelőnél is hasonlóan szóba került az egyik a résznél, hogy állunk ezzel a bitcoinnal, és bár a legtöbb befektető azért így nagyon óvatos ezzel a kriptovilággal, de mindenki ezt a valamilyen szűk százalékát úgymond hajlandó a portfólióban kezelni, vagy belerakni, vagy tervezni vele, hiszen bár nagy a volatilitás, ettől függetlenül egy érdekes mondjuk ágazat. Ami egyébként nagyon pozitív, az az, hogy a legtöbb ETF-nél, ami a Bitcoinra fókuszál, annak a hát ilyen kezelője a Coinbase, és ugye nálam ez a platform az, ahol a különböző coinokkal próbálok működni, illetve hát oda vásárolom meg a kriptókat, és ez azért is jó hír, mert hogyha a nagy befektetői bankok és ilyen elemző társaságok azt mondják, hogy a Coinbase-szel működnek együtt, akkor azért túl sok félnivaló nem lesz attól, hogy mondjuk a kriptotőzsdéknél pont ez hanyatlik meg. Természetesen mindig van kivétel. Money Vlog, a következő videós portálunk. Innen is hozok egy nagyon hasznos információt, mi szerint érkezik egy jó kis konferencia, ahol ja, az adott előadó is részt fog venni, ami mindenképpen pozitív, mert témakörökben részvényeket, kriptókat, ingatlanokat és adózást fog érinteni. A weboldalon végig görgetve 55 eurós jegyárakat láthatunk, de ha szerencsénk van, még ebből is tudunk egy picit lefaragni, irány az említett tartalom a részletekért. Amint láttam, ez egy reggeltől estig tartó lurdiházas munka lesz. Nekem már megvan a jegy, szerintem aki érdeklődik a téma irányában,
az bátran vegyen részt ezen a kis rendezvényen. És még egy utolsó kitekintés így YouTube-ra, pénzügyek másként csatorna hozott egy könnyed összehasonlítást a brókerekről. 8 bróker van az adott kis táblázatban, és ami mindenképpen aktualitását hordozza, hogy a Light hír is szerepel a mondjuk a Revolut vagy az eToro mellett. És ha már itt vagyunk a brókereknél, ugye én erről nem nagyon fogok beszélni, amiket majd meg tudtok nézni a másik csatornánál, én hozok egy olyat, ami nem szerepel ott sem, és igazából az én látómezőmben sem volt túlságosan jelen, vagy hát így nem nagyon emlékszem erre, ez a Maxam. Nem tudom, hogy kinek mond ez valamit, egy klasszik brókerről van szó, de ami a legszörnyűbb valahol, hogy van ugyanúgy TBS-ük. Tehát, hogy kerültek így a képbe, vagy csak én nem találkoztam vele. Ha valakinek ismerős, akkor mindenképpen dobjon már valami hozzászólást, vagy akár e-mailt, hogy mégis mit kell ezekről tudni, vagy milyen tapasztalatai vannak, azokat szívesen meghallgatnám. Egyébként ez a szokásos 20 000 eurós befektetői védelem van hozzá. Havi költség nincs, számlanyítás nincs, számlavezetési díj, az is elvileg ingyenes vagy díjmentes. LTF vagy részvényvásárlás az ilyen 1-2 dollár vagy eurós díjazású. Tehát összességében, amit találtam róluk, az egyébként egészen pozitív. Ha esetleg úgy gondolod, hogy kiutalnál pénzt, akkor egy kiutalás az ingyenes, a következő az 1 egész euró, ha hozol valakit ilyen ajánlólinken keresztül, akkor szintén vannak ilyen tört részvényre lehetőségek, tehát hogy hasonló dolgokat hoz, mint mondjuk a Lightyear, csak talán még ismeretlenebb, legalábbis számomra. Megint elmesélek egy történetet. Mi szerint nyugdíjkiegészítésként mennyire tud frappáns lenni egy részvényportfólió, és hogy Bilának hogyan állt össze ez az élete folyamán, legalábbis ez a pénzügyi tudatosság. A tavalyi évben az volt a koncepció, hogy riportok formájában kerülnek majd föl ilyen beszélgetős, pénzügyi portfólió, elemző, bemutató videók, de ezek így nagyon szolidan működtek, mivel hát nagyon kevesen szeretnék ezt így vállalni, legalábbis így videó formájában. Viszont amióta megjelent ez az űrlap lehetőség, azóta elképesztően kreatívak és bátrak vagytok, főleg, hogyha azt vesszük, hogy egy videóban nagyjából egy ilyen történetet tudok, vagy legalábbis tervezek feldolgozni, és most már megvan egy jó időre a kellő mennyiségű info. 71 éves egyébként az illető, és hát nem meglepő módon a megtakarításait azt takarékbetétkönyvvel kezdte, és úgy szépen folyamatosan folyt bele ezekbe a pénzügyi dolgokba, bár határozottan ilyen partvonalról nézte, ugyanis a részvényvásárlásait azt a klasszikus banki ügyintézőn keresztül abszolválta. A háttér az hasonló volt, sem a család, sem a környezet nem volt úgy túlságosan pénzügyileg elhivatott, és a megtakarítási célok azok autó, lakás felé orientálódtak elsősorban. Az eszközosztályok területén a nemesfém és a kriptó az egyáltalán nem játszik, de azt hiszem, hogy ez nem biztos, hogy meglepetés számukra, viszont a részvényeknél ott osztalék fókusz van jelenleg, ami a magyar piacokra korlátozódik. 11 éve nem vásárolt részvényeket, de azok, amiket megvett annó, azok még mindig megvannak. A fizetésének 5%-át vonta csak be ebbe a témakörbe, úgyhogy ezért van az, hogy fogalmazása szerint néhány millió forintról van szó, ami egyfajta ilyen nyugdíjkiegészítésként van jelen pillanatban. A 60-40%-os felosztású részvénykötvényről igazából úgy nyilatkozott, hogy nem szereti a kötvényeket. Hát kérdéses az, hogy mondjuk jó 20 vagy 30 évvel ezelőtt meg nem néztem, hogy álltak a kötvények, de valószínűleg nem voltak annyira izgalmasak, mint manapság. Záró gondolatként annyit tennék ehhez hozzá, hogy szerintem ez valahol nagyon motiváló,
meg fogtok lepődni, hogy miért mondom ezt, ugyanis szerintem a legtöbben Magyarországon nem rendelkeznek extra bevételi forrással, és hogyha csak néhány millió forint van adott esetben mondjuk osztalékfizető részvényekbe, vagy bármilyen olyan befektetési eszközbe, ami egyfajta kamatot generál számunkra, akkor sokkal nyugodtabban tudunk adott esetben működni, még akkor is, hogyha lehet, hogy csak nem tudom, 3-4 havonta érkezik be ebből bármi, vagy adott esetben csak egy évben egyszer. Úgyhogy gondolom nem a pénzügyi terület volt az első számú fókusza Bélának, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ez is egy szép eredmény, hogyha van egy szemmel viszonylag látható kisebb összeg, ami némi megtakarításként a havi költségeket vagy valamilyen formában tudja fedezni, vagy kiegészíteni. Azt hiszem, ennyit szerettem volna most így hirtelen nekifutásból elmondani, ennyi minden történt velem a héten, vagy legalábbis ennyi információ érkezett be, amit én mindenképpen szerettem volna videó formájában megosztani veletek. Megosztással természetesen tudjátok a csatorna működését és fejlődését támogatni. Köszönöm a figyelmet, jó befektetést!